Meglásd, Erzsi, te leszel a legszebb asszony ma este a bálban. Hát nem tudom, elmenjek-e, amíg te útról vagy. Hát azt próbáld meg, hogy itthon van. Éjfél után már én is ott táncolok vele. Mikor lesz az, hiszen előbb még át is kell öltözni. Miért talán úgy nem is táncolnál vele? Hát öleltelek én már olajos kézzel is. Megvárlak majd az első táncot. Jó. Apu! Azt ígérte, segítesz megcsinálni a számtom. Most? Hát fél óra múlva én. Erzsike, jöjjön táncolni. Hát megígértem Janinak, hogy megvárom az első táncot. Mit akarsz az asszonyoktól? Van itt elég lány. Na jó, várj, majd megpróbálom. Na, rezselymet árulnak a kisasszonyok? Hát, ahol ilyen legények vannak. Még egy fél óra is megjön, Jani. A 478-as tehervonat kisiklott. Már attól féltem, hogy lefekít szabban. Igen, mert még kivasaltam Sanyinak egy kintet az útra. Hát rendben van minden. Indul. Csendesen. Alszik. Akkor jó, hogy átkértem magam a délutáni éjszakra. Az indulásnál én is ott akarok lenni. Hát akkor majd beszólok kéted reggel, jó? Jó. Csak ezért jöttem. Már megyek is. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Majd elfelejtem. Mit? Jani, Sándornak hoztam. Neki is. Köszönöm, Erzsikém. Köszönöm. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Csókolom, édesanyád. Vigyázz magad. Legyen nyugodt, édesanyád. Szerencsés. Köszönöm. Szervusz, kiskoma. Szervusz, kiskoma. Ügyesen.